törölte a Mi Hazánk Mozgalom hivatalos oldalát a Facebook éppen az országgyűlési választás hetében, így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy tudatosan beavatkozik a magyar országgyűlési választások eredményébe. Már eddig is sújtotta a Facebook jogellenes cenzúrája a Mi Hazánkat, de az, hogy egy országos listát állító párt hivatalos oldalát törlik éppen a kampányidőszakban, az országgyűlési választás hetében, az eddig példátlan. A részletekkel kapcsolatban azt tudom elmondani önöknek, hogy az oldal megszüntetéséről egyáltalán nem is kaptunk értesítést, tehát kizárólag észrevettük, hogy nem érhető el a Mi Hazánk Mozgalom központi Facebook oldala. Így egy olyan oldalt vett el tőlünk a cenzúra, amelyen megközelítőleg 500 000 embert értünk el az elmúlt egy hónapban. Ez egyértelmű beavatkozás a választások eredményébe is, és egyértelműen befolyásolni fogja a választások végeredményét. Az összes olyan munkatársunk, aki adminisztrátor volt az oldalon, az ő profiljukat elvették, tehát semmilyen tevékenységet nem végezhetnek, a Messengert sem tudják használni. Indoklás gyakorlatilag nincsen, annyit írtak, hogy a közösségi elveket sértettük meg, de nem jelöltek meg semmilyen konkrét tartalmat, konkrét posztot, hogy mi az, ami miatt az oldal törlésére sor került. A Mi Hazánk Mozgalom természetesen a Nemzeti Választási Bizottsághoz is fordul, illetve választásrendje elleni bűncselekmény miatt feljelentést is teszünk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy korábban már egyszer előfordult, hogy a Mi Hazánk Mozgalom hivatalos Facebook oldalát törölte a cenzúra egy 1956-os plakátunk miatt, amikor az október 23-i megemlékezésünk kapcsán kihelyeztük ezt, akkor 85 000 követője volt az akkori Facebook oldalunknak. Arra kérem a Facebook oldalamon a videót, információkat követőket, hogy osszák meg ezt a videót, hogy ameddig lehet, addig szálljunk szembe a cenzúrával, de most el kell köszönnöm onnan, hiszen olyan neveket, illetve eseményeket fogok említeni a későbbiekben a sajtótájékoztatón, amit Facebookon nem jeleníthetünk meg. A párt YouTube csatornáján tudják a továbbiakban követni a sajtótájékoztatómat. Emlékeztetni szeretnék arra tehát, hogy a kezdettől fogva óriási hátrányban van a Mi Hazánk a kampányban, hiszen kísértetiesen hasonló körülmények között az európai parlamenti választási kampány hajrájában törölték Torockai László elnökünk, listavezetőnk 207 000 követővel rendelkező oldalát a Facebookról, ami követőszám akkor egyébként mandátumot is eredményezett volna, tehát egyértelmű beavatkozás történt a választásokba már akkor is. Azóta úgy vagyunk kénytelenek kampányolni, illetve a párt működését is biztosítani, hogy a listavezetőnk, miniszterelnök jelöltünknek sem a nevét nem írhatjuk le, az arcképét nem jeleníthetjük meg Facebookon, sőt, a kampányfilmünket sem tölthetjük el, amiben az ő hangja hallatszik, mert azért is tiltás jár. A rendezvényeit nem tudjuk hirdetni, tehát az választási kampány első időszakában a rendezvény plakátjait úgy tettük közzé, hogy őt nem jelentettük meg rajta, csupán azt írtuk a plakátokra, hogy meglepetés vendég, és ennek ellenére tiltás és törlés járt már ezekért a plakátokért is. Torockai László jelenleg is perben áll a Facebookkal, amelynek az elsőfokú ítélet hirdetése a jövő héten várható.